Az Ungvári Nemzeti Egyetem rektorátusának nagy termében gyűltek össze a Zajemno Díja koordinációs platform első nemzetközi kongresszusának résztvevői. Ezen a kongresszuson számos olyan ukrán civil szervezet, jótékonysági alapítvány és karitatív szervezet képviselője vesz részt, amelyek a teljes körű invázió első napja óta tartják a humanitárius frontot az ukrán nép és a fegyveres erők támogatására. Szeretnénk köszönetet mondani a fegyveres erőknek, hogy lehetővé tették számunkra, hogy összejöjjünk és egy ilyen eseményt tartsunk ebben az időben. Az eseményen részt vettek azon nemzetközi szervezetek képviselői is, amelyek a teljes körű invázió kezdete óta segítik Ukrajnát. Közöttük volt Olha Szemencsákova, a Szlovákiában élő ukránokat segítő nemzetközi központ vezetője is. Elmondása szerint ez egy olyan szervezet, amely a teljes körű invázió első napja óta nagyszámú embert egyesített Ukrajna megsegítésére. Megalakulásunktól kezdve a mai napig segítséget nyújtunk az ukránoknak, a papírmunkától kezdve a humanitárius segítségnyújtáson át a szlovákiai önkormányzatokkal való együttműködés megszervezéséig, tanfolyamok, nyelvi képzések, szakmai átképzések szervezéséig. Egy évvel ezelőtt mindenki félt, nem tudta, mit tegyen. Most a munkaszervezet szisztematikus és céltudatos, hogy minél közelebb hozzuk a győzelmet. Ebben jelentős szerepet játszanak az önkéntes szervezetek. Uzsgorodszki Nacionalni Univerzitet, az okrema volontariátus, no? Az egyetem, beleértve az önkéntes központot, az elsők között kezdte meg a felkészülést a belső menekültek fogadására Ungváron, és az elsők között szervezte meg a katonáknak nyújtott segítséget keleten. Általánosságban elmondható, hogy egyetemünk egy olyan platform, amely összehozza a különböző szereplőket, különböző érdekelt feleket, és természetesen a munkájukban sikeres végzőseink is segítségünkre sietnek, és csatlakoznak az általunk szervezett kezdeményezéshez. Приходять на допомогу і власне долучаються тих ініціатив, які ми організовуємо. Az ilyen események lehetőséget nyújtanak a legjobb tevékenységek felidézésére és a további munkához való inspirációra. A fórum során a Kárpátalja önkéntesei civil szervezet képviselői is felidézték a katonáknak és a belső menekülteknek nyújtott folyamatos segítségnyújtást. Ma a győzelemre van a legnagyobb szükség. Konkrétan fogalmazva, például az optikai berendezések hozhatják közelebb. Az önkéntesek folyamatosan gyűjtik az erre szánt pénzeszközöket. Narazi gostro potrebna optika. Egyértelműen szükség van optikai eszközökre és nehéz fegyverekre, de az önkéntesek ezt nem tudják biztosítani, még ha szeretnék is. A belső menekültek alapvető szükségletei olyanok, mint korábban. A legsürgetőbb a lakhatás és a foglalkoztatás. Ezeken a területeken tervezünk folytatni a munkát, vásárokat, különböző koncerteket szervezünk, bevonva a gyerekeket, jótékonysági tombolákat szervezünk, külföldi jótevőket vonunk be a munkába. Egy szóval igyekszünk minden alkalmat kihasználni és tudatosítani az emberekben, hogy mennyire fontos a segítségnyújtás. A kongresszust a Globális Nemzetközi Platform Ukrajna Helyreállításáért civil szervezet szervezte. Az eseményen több vitafórumot is tartottak. A határok nélküli együttműködésről, az intézményi eszközökről, a koordinációról és a lehetőségekről, az információs és szellemi ellenállásról és offenzíváról, végül pedig a jövőbe történő befektetésekről tárgyaltak a győzelem, a béke és a helyreállítás érdekében. Ennek eredményeként megvitatták és elfogadták a kongresszus záró dokumentumát, az Ungvári Nyilatkozat 2023 Egység és Együttműködés a Győzelemért és Ukrajna Európai Jövőért címmel.